2017 áprilisa óta fut a Nemzeti Fogyatékosságügyi és Szociálpolitikai Központ közhasznú non-profit Kft. Montás projektje, melynek célja, hogy javuljon a fogyatékosságból adódó igényekre reagáló közszolgáltatások minősége, és ezekhez az érintettek könnyebben hozzáférjenek. Ennek hatására javuljon a fogyatékos emberek életminősége, önálló életvezetési képessége, valamint társadalmi befogadásuk. Ezt a programot is bemutatták azon a szakmai napon, amelyet a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ épületében rendeztek. Az NFSK munkatársa szerint egyre nyitottabbak a cégek, és mind több munkáltató ismeri fel a lehetőségeket. Nagyon nagy lehetőségek vannak abban, hogy a rehabilitációs hozzájárulást, a szociális hozzájárulást nem kell fizetni ezek után a személyek után, valamint akár akkreditálhatják a cégüket szintén, akkor akadálymentesítési vagy foglalkoztatási támogatást felvehetnek, tehát ezek a pénzbeli segítségek a cégeknek, de még emellett több minden is van, ami segítheti az ő finanszírozásukat, viszont nagyon sok más társadalmi jelentősége is van a foglalkoztatásnak, amelyet már egyre többen felismernek. Egy másik előadásban arról volt szó, hogy bár egyre több családbarát intézkedést vezetnek be a munkaerőpiacon, a rugalmas munkaidő alkalmazása megyénkben még nem annyira jellemző. Elterjedtebb, hogy a munkaadók egyéb juttatásokat, lehetőségeket biztosítanak dolgozóiknak, például a sport és a rekreáció területén. A HR szakértő szerint már vannak törekvések arra is, hogy a valamikori kismama szalagok mintájára nyújtsanak lehetőségeket a gyesről-gyedről visszatérő anyukáknak. Sok esetben 6 órába szeretnének dolgozni, napközbeni időszakban, hogyha a férj műszakba jár, ugye ez azt is ugyancsak alátámasztja, hogy nekik nehéz műszakos munkát vállalni, mert nem tudnak felváltva járni a gyerekért, illetve ott az, hogy beteges lesz a gyerek, vagy többet kell otthon lenni, vagy ott a nyári szünet időszaka. Ez azért még sok esetben nehéz megoldást tesz a szülők elé. Ezt a cégek sokszor saját ovi, bölcsi vagy képzések indításával igyekeznek kiküszöbölni. Az esemény célja egyébként az volt, hogy felhívja a figyelmet a megyén belüli rugalmas munkavállalási formákra és atipikus foglalkoztatási lehetőségekre. Ebben segít a nemrég megnyílt Nyíregyházi Család és Karrierpont is, amely a Szarvas utcán nyújt ingyenes tanácsadást, valamint szervez képzéseket és rendezvényeket a pályakezdőktől a nyugdíjas korosztályig mindenkinek. Már most az utcáról is bejönnek az emberek hozzánk, és hallják egymástól, hogy az ingyenes szolgáltatásaink azért mindenki számára kedvező lehetőségeket nyújtanak. Munkavállalás területén, hogy álláshoz jutásban is segítünk, és egyébként pedig a szolgáltatásaink az a munkaerőpiacon való elhelyezkedés segítik minden egyes szolgáltatásunk. Az eseményen elhangzott, egyre több helyen cél, hogy családbaráttá tegyék magukat a cégek az alkalmazottak számára, de a megyében is változó, hogy ezt mennyire sikerül megvalósítani.